A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van a Római Levél 12. részében, annak első 18 versében, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A rómaiakhoz írt levél 12. részéből, az első 18 versből így szól hozzánk Isten igéje. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat egy világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkodjék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A prófétálás a hit mértéke szerint. A szolgáló a szolgálatban. A tanító a tanításban. Az intő az intésben. Az adakozó a szerénységben. Az előjáró a buzgóságban. A könyörülő az örömben. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A buzgóságban ne lankadjatok. Lélekben buzgók legyetek. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók. Az imádkozásban álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. A vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, ne pedig átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek önteltek. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Isten áldása kíséri az ige olvasását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek ezért imádkozzunk. Hálával állunk meg előtted, édesatyánk, ennek az új évnek az új reggelén. És köszönjük, hogy kegyelmet adtál arra, hogy elkezdjünk egy új évet. Áldunk téged azért, Urunk, hogy úgy kezdhetjük el, abban a tudatban és abban a hitben, hogy te jól tudod, hogy mire van szükségünk. És mindaz, amire szükségünk van, az ott van elkészítve te nálad. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, aki betöltöd a mi szükségeinket. Áldunk téged azért, Urunk, hogy te nálad van elkészítve minden élethelyzet, ami majd elér bennünket. És köszönjük, hogy nálad van elkészítve ehhez az erő, a tanács, az útmutatás, a vezetés. Urunk, hadd legyen az első kérésünk ma reggel az, hogy legyünk olyan gyermekeid,
akik nem szűnnek meg rád figyelni, akik nem szűnnek meg veled beszélni, és nem szűnnek meg engedni a te akaratodnak. Urunk, annyi kérést el fogunk mondani ezen az éven, de hadd tudjunk, Urunk, elsősorban engedni neked, és meghallgatni a te kéréseidet, a te tanácsaidat. Valljuk, Urunk, az év első reggelén is, hogy szükségünk van rád. És segíts nekünk, hogy ne legyenek se napok, se órák, se percek, amit nélküled töltünk el. Ne legyenek szaggatott vonalak a mi életünkben, amikor nem figyelünk rád, hanem ajándékozz meg bennünket olyan folyamatos rád figyeléssel, amiben ott vagyunk a te jelenlétedben, halljuk és megcselekeszük a te akaratodat. Köszönjük, hogy gondviselünk voltál ez idáig, és ezen az éven sem lettél kevesebb, nem változol, és nem változtatod meg a te ígéreteidet. Köszönjük, hogy most is rád hagyatkozhatunk, rád bízhatjuk a mi életünket, és mindazt, ami elér majd bennünket. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd a mi családjainkat, gyermekeinket, a mi egész jövőnket, és tehetjük le a te kezedbe, a legjobb helyre. És Úrunk, segíts nekünk, hogy ha a te kezedbe tettük, akkor ne vegyük ki onnan. Ha tudjuk azt, hogy biztonságban van a te kezedben. És segíts nekünk, Urunk, minden alkalommal, amikor meghívsz majd, engedni a te hívásodnak. És köszönjük, hogy ezen az éven is a te követésedre hívsz bennünket. Hadd legyünk hű követőid. Segíts, Uram, hogy ne kóboroljunk el. Ne járjunk be tévutakat. Ne járjunk be olyan utakat, amire önszántunkból megyünk el, hanem hadd tudjunk követni mindenben téged, és mindenben figyelni rád. Add, hogy most is ezt tegyük, ezen az alkalmon. És hadd legyen meghatározója az évünknek az, amit ma reggel üzensz a mi számunkra. És hadd legyen előtte nyitott a mi szívünk, és hadd tudjuk mélyen elrejteni a mi szívünkbe a te igéd üzenetét, hogy eszünkbe jusson majd minden olyan pillanatban, amikor szükségünk lesz rá. Kérjük ehhez a te igédet és lelkedet. Légy itt jelen általuk közöttünk. Amen. Istennek az igéje, ami által szólni kíván hozzánk, ezen a reggelen megvan írva a Római Levél 12. részének 12. versében eképpen. A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban álhatatosak legyetek. Eddig a felolvasott ige. Köszöntöm a gyülekezetet új év reggelén. Isten kegyelméből úgy kezdhetjük el ezt az évet, abban a tudatban és abban a hitben, hogy ahogyan eddig is, úgy ezen az éven is tudhatjuk, hogy jól tudja a mi atyánk, hogy mire van szükségünk. Ez a hívő ember békessége. Hogy Isten tudja, mire van szükségünk. Talán ma reggel már a csendességünkben sok mindent elmondtunk, és sok mindent kértünk az Úrtól, de engedjük meg neki ezen a reggelen,
hogy ő hadd mondja el nekünk, hogy milyen emberekként éljük meg ezt az évet. Milyen emberekként éljük meg majd mindazt, amit ő ránk bocsájt, amit megenged ezen az éven. És hadd igazodjunk az Isten tanácsához már az év első napján. Az első tanács így hangzik: a reménységben legyünk örvendezők. Az Isten félő ember számára a reménység egy nagyon fontos dolog. És az Isten félő ember számára a reménység az azt jelenti, hogy figyelek Isten igéjére. Figyelek az Isten ígéreteire. És miközben figyelek, ott van bennem egy csendes, feszült várakozás, hogy az Isten ígérete mikor fog beteljesedni. Azok az ígéretek is, amiket személyesen nekem ígért meg az Úr, és azok az ígéretek is, amiket a világnak ígért meg az Úr. Ez egy állandó figyelés. A hívő ember számára a meg nem szűnő Istenre figyelést jelenti. És belekapaszkodom az Isten ígéreteibe. Az elmúlt éven volt egy ige hirdetés, ami a reménységről szólt, és ott elhangzott, hogy a reménység jelképe a horgony. Mint a hajós számára a horgony biztonságot ad, hogy ne sodorja el a vihar, így ad biztonságot a hívő ember számára a reménység. Hogy belekapaszkodom az Isten ígéreteibe, az Isten tanácsaiba. Arra buzdít az ige, hogy ebben a várakozásban legyünk örvendezők. A hívő ember is könnyen reményvesztetté válhat. Egy pillanat alatt. Amikor leveszi a tekintetét az Isten szaváról, az Isten ígéreteiről, és elkezd emberi dolgokra figyelni. Nem tudjuk, mi vár ránk. De Isten szeretne megóvni bennünket attól, hogy mi ki legyünk szolgáltatva a rémhíreknek, a rémhírek terjesztőinek, ki legyünk szolgáltatva emberi vélekedéseknek, emberi okoskodásoknak. Mert hogyha elkezdünk ezekre figyelni, könnyen reményvesztetté leszünk. És könnyen kimondjuk azt, hogy nincs értelme élni, nincs értelme az életnek, nincs értelme gyermeket nevelni, nincs értelme semminek. Egy pillanat alatt ilyenekké válhatunk. És azt mondja az ige, hogy ebben az állapotban az ember meg tud keseredni, amikor nincs reménysége, nincs mibe kapaszkodni. Isten igéje arra biztat, hogy ezen az éven vedd nagyon komolyan az Isten ígéreteit. És miközben válsz az Isten ígéreteire, légy örvendező. Mert ha az Úr ígéretet ad neked, az azt jelenti, hogy fontos vagy neki. Azt jelenti, hogy Isten figyelemmel kíséri az életedet. Isten nem dobálja csak úgy az ígéreteit. Nem a levegőben mondogatja, aztán majd elkapja valaki. Nem. Ha Isten nekünk ígéretet ad, az azt jelenti, hogy ő számol velünk. És ha egyszer Isten ígéretet ad, akkor ő ezt valóra fogja váltani. Ő azt nem felejti el. Ő abban nem lesz feledékeny. És nem fog vele elkésni.
és időben valóra is váltja. Ő hű az ígéreteihez. Ilyen Istenünk van, aki hű az ígéreteihez. És arra bátorít Isten ma reggel bennünket, és arra biztat, hogy a reménységben, az Isten ígéreteire való figyelésben légy örvendező ember. Vedd számba azokat, amit Isten valóra váltott, és vedd számba azt, amit neked ígért meg. És figyelj az ő ígéreteire. A második biztatása és bátorítása, hogy a nyomorúságban legyetek kitartóak. Tudom, hogy jó lenne az év első reggelén nagyon sok szép ígéretet hallani. Jó lenne olyan dolgokat hallani, hogy ezen az éven nem lesz nehézség, ezen az éven minden jobb lesz, minden könnyebb lesz, minden egyszerűbb lesz. Nem lesz semmi, ami megkeseríti, vagy megnyomorítja az életünket. Jó lenne ilyeneket hallani. De Isten nem politikus, hogy ilyeneket ígérgessen. De Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Tudja azt, hogy szükségünk van bátorításra a nyomorúságban. Lesznek olyan élethelyzetek, amiben kitartónak kell lennünk. A nyomorúság egy olyan állapot, testvérek, amiben megváltozik az ember helyzete. Lelkileg is, és sokszor fizikailag is. Benne van ebben a szóban az, hogy valami nyom, nem enged szabadnak lenni. Nyomás van rajtunk, valami megterhel. Megváltozik még az embernek talán a testtartása is ebben. Egy olyan állapotról beszél, ami ellentéte a jólétnek, a gazdagságnak, a bőségnek, az egészségnek, a nyugalomnak. Ez a nyomorúság, ezeknek az ellentéte. Azt mondja Isten, hogyha ilyen állapotba kerülsz, hogy nem jólétben leszel, nem bővölködni fogsz, nem leszel egészséges, nem lesz meg minden, amire vágysz, és lesznek nyugtalanító dolgok. Ha esetleg elér a nyomorúság, akkor lehetek kitartóak. Ne szűnjetek meg ragaszkodni ebben az állapotban is az Istenhez. Ne szűnj meg ragaszkodni ahhoz az Úrhoz, aki a nyomorúság fölött áll. Ő engedte meg, okkal és céllal. Mi ezeket szeretnénk elkerülni. Isten nem ígéri azt, hogy nem lesznek ilyenek. De szeretne megtanítani ezekben a helyzetekben is az Isten gyermekéhez méltóan élni. Testvérek, nekünk nem csak akkor kell Isten gyermekeinek lenni, amikor nyugodt, kiegyensúlyozott, békés állapotban kell eljönnünk a templomba, és innen hazasétálnunk. Nem csak ekkor kell. A világ azt is látni akarja, hogy hogyan éljük meg a nyomorúságot. Hogy akkor is az Isten gyermeke vagy? Akkor sem nyílik átok szóra a szád, amikor nyomorúságot kell megélni, amikor nincs annyi, amikor nem jólétben, hanem szükségben vagy. Pál beszél erről, hogy megtanultam mind a kettőt. Miért ne taníthatna meg Isten bennünket is ezekre a dolgokra? Erről a kitartó ragaszkodásról tanulhattunk az elmúlt hetekben a Jób történetéből. Annak az embernek fogytán volt az ereje. De
a maradék erejét nem arra használta, hogy elkezdjen átkozódni és szidja az Istent, hanem a maradék erejével is belekapaszkodott az Istenbe. Arra használta azt a kevés erejét is, hogy ragaszkodjon az Istenhez. Ez jelenti a kitartás. Hogy nem adom fel a legkisebb csalódás miatt. Nem adom fel a Krisztus követést egy rossz indulatú beszólás miatt. Nem adom fel az Istenhez való ragaszkodást azért, mert esetleg nem úgy alakulnak az életem dolgai, mint ahogy elképzeltem. És nem adom fel az Isten buzgó keresését csak azért, mert Isten nem hallgatja meg minden kérésemet, amit én magamnak szánnék. Amikor nyomorúságos állapotba kerülünk, fogytán van az erőnk. Azt mondja Isten, használd arra, hogy kitartóan ragaszkodsz hozzám. Testvérek, ne azt kérjük ma reggel Istentől, hogy Uram, ne legyenek ilyenek. Az én életemben ne legyen nehézség és ne legyen nyomorúság. Jusson eszünkbe, hogy az Úr azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Csak ennek van folytatása, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ha szeretnénk ezen az éven Isten gyermekeként élni, akkor vegyük tudomásul, hogy lesz nyomorúságunk. Csak nekünk egy kicsit fölé kell látnunk a földi nyomorúságnak, és meglátnunk azt, aki ezek fölött a dolgok fölött ott áll. És ura még a nyomorúságos helyzetnek is. Ezért lehetek az Úr kitartó gyermeke ezen az éven. A harmadik biztatása az Istennek így hangzik, az imádkozásban álhatatosak legyetek. Talán az ima életünk az, ami a legtöbb dolognak van kiszolgáltatva. Ki van szolgáltatva a hangulatunknak, ki van szolgáltatva a körülményeinknek, ki van szolgáltatva az érzéseinknek. És kimondom ezeket is, mert igaz, sokszor ki van szolgáltatva az anyagi helyzetünknek, ki van szolgáltatva annak, hogy sikerül valami, vagy nem sikerül. Sőt, még annak is ki van szolgáltatva, hogy ki hogyan viszonyult hozzánk aznap. Hogy bántott, vagy áldott. Megalázott, vagy földre tiport. Testvérek, az ima életünk a legtörékenyebb dolog. Annyira törékeny, hogy szinte mindentől össze tud törni. És a legrosszabb ebben az, hogy még a hívő ember is nagyon sokszor hozza meg azt a döntést egy év alatt, hogy akkor nem imádkozok. Mert most így van, vagy úgy van, vagy ezért, vagy azért, de nem imádkozok. Törékeny, ugye? De még mennyire? És valljuk be, hogy gyakran meg is restülünk az imádkozásban. Elgyengülünk benne. Nem beszélve azokról az alkalmakról, amikor egész egyszerűen elfelejtünk imádkozni. És elfelejtünk beszélni a Teremtőnkkel. A gonosz tudja azt, hogy ha a hívő ember megszűnik imádkozni, akkor megszűnik a legalapvetőbb, a legfontosabb kapcsolat Isten és ember között. Ezt tudja a gonosz.
és számtalan alkalmat fog elkészíteni az éven, hogy ő megtörje ezt a kapcsolatot Isten és az ő gyermeke között. A jó hír, hogy ezt nem csak a gonosz tudja, hanem ezt tudja az Úr is. Tudja, hogy a gonosz, mint ordító oroszlán, keresi, hogy kit nyeljen el. És lehet, hogy el akar majd nyelni az ima életünkben. El akar nyelni egy-egy helyzetben. Így szoktuk ezt mondani, hogy benyelt egy-egy helyzet bennünket. És tehetetlenné váltunk. És ezért bátorít Isten arra, hogy az imádkozásban álhatatosak legyetek. Légy olyan imádkozó, aki kitartó, aki hűséges. Itt voltunk mindnyájan gyermekek. Biztos volt az életünkben olyan gyermekként, amit nagyon akartunk. Annyira, hogy makacsul ragaszkodtunk hozzá, és nem voltunk hajlandóak senkire hallgatni ebben a dologban. Na, ennek a szónak, hogy kitartó, van egy ilyen jelentése, hogy makacsul ragaszkodó. Mintha azt üzenné Isten ma reggel, hogy az ima kérdésben te ne hallgass senkire, csak rá. Senkire. Ne engedd meg senkinek, hogy beleszóljon az ima életedbe, csak az Istennek. És ne engedd senkinek, aki le akar beszélni arról, hogy te imádkozz. Ez a csak azért is imádkozó ember. Hogyha senki más nem imádkozik, hogyha senki más nem kérdezi meg az Urat, ha senki más nem lesz ott, te akkor is imádkozz. Te akkor is beszélj az Úrra. És ha azon a napon minden úgy alakul, hogy lehangolna, eltántorítana, és lebeszélne az imádkozásról, akkor te imádkozz. Te ne szűnj meg imádkozó gyermekének lenni az Istennek. Sokan megszűntek. Sokan várják, hogy Isten szóljon. De ők nem akarnak szólni az Istenhez. Ne a hangulatod döntse el, hogy te leszel-e imádkozó ember. Ne az érzéseid határozzák meg, hogy te megszólítod-e az Urat, vagy nem. Mert azok be fognak csapni. Hanem dönts el az Úr, hogy ő beszélni fog veled. Légy álhatatos. Makacsul ragaszkodó az imádkozáshoz. Talán ez a makas ragaszkodás az egyetlen az ima életünkben, ami nem bűn. Ragaszkodjunk hozzá. Annál is inkább, mert ez az év az imádság éve az egyházkerületünkben. És nem véletlenül. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan nézzünk ez elé az év elé. És amikor meg kellett határozni, hogy mi legyen a vezérigéje ennek az évnek, akkor végig gondoltam azt, hogy sok mindent elvehetnek tőlünk. Korlátozhatják az alkalmakra való járásunkat. Lehet, hogy hozhatnak olyan döntéseket, ami miatt nem lehetünk itt a templomban, és nem imádkozhatunk itt. De nincs olyan döntés, ami elvehetné tőlünk az imádságot. Az imádság az a lehetőség, amivel bárhol élhetek. Bárhol lehetek, megzörgethetem az Isten ajtaját. Bármilyen körülmények közé kerüljek, ha keresem az Urat, ő megígérte, hogy közeledni fog hozzám.
Testvérek, olyan jó lenne, ha Isten ezen az éven megújítaná az ima életünket. És mernénk az Istennel beszélgetni. Nem kell ehhez beharangozni, meg külön alkalmat szervezni. Csak úgy a mindennapi dolgaink között. Amikor nem beszélünk Istennel, higgyük el, hogy a gonosz kihasználja ezeket az alkalmakat. És majd beszélő. Használjuk mi ezt a kifejezést, hogy valaki telebeszélte a fejemet. Hát van ilyen. De rájöttünk arra, hogy amikor beszélgetünk Istennel, akkor ott nem jut szóhoz a gonosz. Hadd bátorítson Isten, ne engedd szóhoz jutni a gonoszt. És amikor elkezdene beszélni, te kezdj el beszélgetni az Úrral. És akkor tudja a gonosz, hogy neki onnan menni kell. Neki ott nincs helye. De ha megtörünk, ha hanyagok, ha lusták leszünk az imádkozásra, akkor ne csodálkozzunk, hogy tele lesz a fejünk olyan dolgokkal, ami nem az Istentől való. Mert akkor a gonosz beszéli tele a fejünket. Akkor a gonosz fog jönni és vetni fog a búza közé konkolyt. És lehet, hogy el fogunk járni alkalmakra, ahol majd vet az Úr, de ha nem leszünk imádkozó emberek, akkor az Úr által elvetett búza közé el lesz vetve a konkoly. És majd nézni kell türelmesen, míg együtt növekedik. Az imádkozás a hívő ember számára egy éberség. Aludva nem lehet. Tegnap volt szó róla. Csak Isten előtt leborulva. Ha megfigyeljük ezt a három dolgot, amiben Isten tanácsol bennünket, hogy a reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban álhatatosak legyünk, ez mind a három arról szól, hogy ott kell lenni Isten jelenlétében. Egyiket se lehet Istentől távol. Ez egy meghívás az Isten részéről. Az év első reggeli. Meghív Isten magához. És ebben a három dologban, és az összes többiben, amit tanácsként felolvastam a római levélből, abban minden szükségünk van az Istenre. Nem fog menni egyik sem ő nélküle. De vele igen. Testvérek, nem az a kérdés, hogy mit hoz a jövő. Nekünk ez mindig nagy kérdés. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mi a jövőt milyen emberekként akarjuk megélni. Az a valódi kérdés, hogy leszek-e olyan ember, aki örvendezik a reménységben. És nem emberi ötletekbe, hanem az Isten ígéreteire fogok hagyatkozni. Az a kérdés, hogy ha elér a nyomorúság, kitartok-e az Isten mellett? Hogy ne nyíljon átok szóra a szám. És az a kérdés, hogy leszek-e álhatatos az imádkozásban? És ápolni fogom-e a kapcsolatot az Istennel? Egy folyamatos kapcsolattartás ez. Isten egész évben tudni fogja, mire van szükségünk. És az a kérdés, testvérek, hogy leszünk-e azok az emberek, akik meg nem szűnve imádságban elkérjük Istentől mindazt, amire szükségünk van. El van készítve. Isten várni fog ránk. És olyan jó lenne, ha döntés születne ma reggel a szívünkben, mert ez döntés kérdése.
hogy ott akarjuk-e megélni Isten jelenlétében ezt az évet. Reménykedve, Istenre bízva magunkat, meg nem szűnő imádsággal. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy ma reggel meghívsz magadhoz, hogy járjunk egész éven te veled. Urunk, te tudod, hogy mit rendeltél el ezen az éven. De hadd kiáltsunk ma hozzád azért, hogy hadd legyünk mi a reménységben álhatatosak, örvendezőek. Hadd legyünk a nyomorúságban kitartóak, és hadd legyünk az imádságban álhatatosak. Urunk, valljuk, hogy ezen az éven is rászorulunk a te kegyelmedre. Uram, ha bőven mérsz, akkor taníts meg bővölködni. Ha szűken mérsz majd, akkor taníts meg szűkölködni. De kérünk, hadd legyünk minden helyzetben a te gyermekeid. Bármi ér majd el bennünket, hadd tudjunk hozzád méltóan viselkedni. Ne váljunk méltatlanokká a keresztény névre. Ne váljunk hűtlenekké. Ne legyünk hitehagyottakká. Ne legyünk olyanokká, Uram, akik bármilyen hangulatingadozás miatt elhallgatunk és nem szólunk hozzád. Mi ezt megtesszük emberként, de segíts, Uram, hogy olyan gyermekeid legyünk, akik meg nem szűnnek könyörögni. Hadd könyörögjünk azokért, Uram, akik távol kerültek tőled, akiket ma reggel nem érdekel, mi a te tanácsod, akik nem kíváncsiak a te vezetésedre. Uram, érd el őket is. Hadd imádkozzunk azokért, akiket majd szeretnél megáldani ezen az éven. Hadd legyenek a te áldásodnak a fogadói. És hadd imádkozzunk azokért is, Uram, akiket meglátogatsz majd nehézséggel és nyomorúsággal. Hogy ne szűnjenek meg rád figyelni. És a nyomorúságban is kitartóak legyenek. Urunk, könyörülj meg azokon, akik gyermekáldást fogadnak majd. Hadd bánjanak méltóképpen a te áldásoddal. És Uram, nyisd fel a mi szemünket az egész gyülekezetnek, hogy nem természetes az, hogy nekünk áldásokban van részünk, hanem az a te nagy kegyelmed, és ez a mi kiváltságunk. Urunk, hadd legyünk olyan gyermekeid, akik ott érdelnek előtted, és nem fordítanak neked hátat. És hadd legyünk olyanok, akik nem magunkra akarjuk felhívni a figyelmet, hanem tovább akarnak mutatni majd rád. És téged áldó, téged dicsőítő, és téged magasztaló gyermekeiddé hadd legyünk. Könyörülj meg rajtunk. Vezess bennünket ezen az éven is. És ajándékozz meg, Uram, minket nyitott szemmel, hogy mindig meglássuk, mi a te akaratod. Ne tévelyegjünk. Ne legyünk olyanok, akik szeretet nélkül valók lesznek. Segíts, Uram, hogy a te igéd határozza meg a mi életünket. Hallgass meg, kérünk, és hallgass meg a most csendben elmondott imádságainkat is. Hallgass meg, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.